Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora március 22-én szerdán. A méltán híres Lupi családról tartott a konferenciát egykori kastélyukban, Nagyaron a napokban. Irodalmi és tudományos alkotások, valamint filmek idézték fel a család tagjait. Erről is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Turisztika és közlekedés. Elfogadták a Lakamasz 2023-as költségvetését. Emlékeztek a Lubi családra, konferenciát szerveztek egykori kastélyukban, Nagyaron. Rejtett kincsek, a Down-szindróma világnapja volt kedden. Folytatjuk sorozatunkat, amelyben a Vármegye városainak idei költségvetését nézzük át. Ma a Lakamasz polgármesterét, Bornár Lászlót hívtuk meg. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Ugye a költségvetés kellett elfogadni február közepéig. A Lakamasz esetében mekkora forrással tud idén gazdálkodni a település, és aztán majd részletesen megbeszéljük, hogy mire jut forrás, és mi az, amit a legfontosabbnak tartok. Szóval milyen összegből tud gazdálkodni idén Lakamasz? Február 15-én fogadta el a képviselőtestület a település költségvetését, 2,2 milliárd forint megközelítőleg, amiből Lakamasz város gazdálkodnia kell. Ez a költségvetés tartalmazza az állami bevételeket, tehát az államtól kapott feladatfinanszírozásokat, a támogatási értékű bevételeket, saját bevételeket, mára számlánkon levő pályázati forrásokat, tehát ez így tevődik össze, ez a 2,2 milliárd forint. Nyilván ennek egy része fejlesztési forrás, arról majd beszélünk, de először beszélünk arról, hogy hála Istennek úgy tűnik, hogy már lassan vége van a télnek. Tavaly ősszel mindenkire jól ráijesztettek, az önkormányzatokra is, de a családokra is, mert nagyon-nagyon magas lett az energiaár. Lakomaznak hogyan sikerült átvészelni ezt az időszakot? Kellett-e olyan ideiglenes intézkedéseket bevezetni, amelyeket tudták csökkenteni a kiadásaikat? Hát mi nem megijedtünk, hanem cselekedtünk észszerűen, és energiatakarékossági intézkedéseket vezettünk be az intézményeinknél, ott, ahol lehetett. Tehát figyelembe kellett venni, hogy a lakossági szolgáltatások és lakossági érdekek ne sérüljenek, így azoknál az intézményeknél, ahol részleges, illetőleg ideiglenes bezárással, lezárással, szünettel lehetett energiatakarékossági intézkedéseket eszközölni, ott megtettük. Így a művelődésnél, tehát a könyvtárnál, turisztikánál, viszont ezeknél az intézményeknél levő dolgozók megmaradtak állományba, csak a munkavégzés helye változott meg, és ezek az épületek, ahol majd egy tavaszi-nyári, tehát azokban az időszakokban, ahol nem kell fűteni, oda vissza fognak menni dolgozni. Jelentős energia megtakarítást értünk el, nem csak kilowattba, köbméterbe, hanem forintba is. Forintálisan kifejezve áram megtakarításunk várhatóan egy olyan pár millió forint, viszont a gáz megtakarításunk, a gázenergia az viszont már jelentős, az körülbelül olyan 50 ezer köbméter lesz éves szinten, ami a jelenlegi kereskedelmi gázszerződésünket figyelembe véve olyan 9-10 millió forintos éves megtakarítást jelent. Mert úgy tudom, hogy Lakamasz esetében az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a szerződésük csak ebben az évnek az augusztusában jár le, vagy valamikor nyáron. Tehát viszonylag jó áron tudták ugye megvásárolni a gázt a téli időszakban is. Így van, tehát 2023. augusztus 1-jéig van kereskedelmi áras gázszerződésünk. Jelenleg nettó 135 forint plusz áfa összegér vesszük a gázt. Tehát amikor megkötöttük, ez soknak tűnt, viszont a jelenlegi más önkormányzatok által fizetendő gáz összeghez, szerződéshez képest ez nagyon kedvezményes. Jelenleg a közbeszerzés előkészítése folyik, holnap hónap folyamán készítjük elő, hogy mennyi gázt igényelünk. Az előző évi gázfogyasztásunk 105 ezer köbméter volt, ebből kell kiindulni. Ehhez képest
2022. októbertől 2023. márciusig a takarékoskodásunk nyomán 42.500 köbmétert fogyasztottunk, tehát a kettő közé kell belőni, körülbelül 60.000 köbméterig vélhetően addig fogunk gázt lekötni. Bízunk benne, hogy elegendő is lesz. Ugye, hogyha már szóba esett az energia, akkor gondolom nem ülnek ölbetett kézzel. Ebben az évben energetikára muszáj lesz költeni, hogy még a takarékoskodás mellett is jól tudjanak kijönni, hogyha a későbbiekben esetleg megint emelkedne a energia ára. Így van, tehát nem minden a gáz, itt jelentős az áramdíj is. Energetikai fejlesztéseink vannak folyamatban a közintézményeinknél, így a művelődési központ, az egészségház, bentlakásos szociális otthon, ami 47 fő idősnek ad gondozást és elhelyezést, illetőleg a két óvodának az energetikai korszerűsítése, tehát napelemmel történő ellátása, fejlesztése történik, illetőleg a két óvodaépületünknek a külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje. Ettől mit várunk? Milliós nagyságrendű megtakarítást, ami az önkormányzatra rá is fér. Ugyan nem az önkormányzat építeti, hanem a görögkatolikus egyház, de egy bölcsőde is készül a településen. Mit lehet erről tudni? Így van, ennek az előkészítő munkálatai már a cél egyenesben vannak. Május-június körül azt az ígéretet kaptuk, vagy azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ennek az épületnek, az intézménynek a létesítése, építése el fog kezdődni. Információnk szerint ez egy négy csoportos bölcsödei intézmény lesz, amit a görög katolikus egyház építés fog fenntartani. Másfél-két évvel ezelőtt az önkormányzat és az egyház kötött egy együttműködési megállapodást, hogy a nevelés területén minőségi szolgáltatást, tehát jobb minőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani a településen, és ezért az önkormányzatnak és a településnek is igénye, hogy ez a bölcsöde megépüljön. A gyermek létszám jelentős, tehát a bentlakók már várják, hogy a jövőbeni bentlakók, hogy ez a bölcsöde készüljön és üzemeljen. A lakomaz esetében a turisztika mindig nagyon fontos, akár tudnak fejleszteni ebben a témában, akár nem. Fantasztikusan jó kerékpárút, ami ugye Nyíregyháza Tokaj közt működik, ugye benne rakamazzal, megélénkült-e már a forgalom, hogy látja, van-e igény arra, hogy akár rakamazon is megállva ugye a Tiszapartot meglátogassák a turisták. Én kezdetettől fogva mondtam, hogy ez egy nagyon jól sikerült és eltalált beruházás volt a Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárút. Két részre bontanám, egyrészt közlekedésbiztonsági szempontból a kerékpárosok helyzete, tehát az ott közlekedők biztonsági helyzete vagy jelentősen javult, illetőleg a turisztikai forgalom is megnövekedett. Itt Tokaj előtt azért megállnak rakamazon, és ott van nekünk a honfoglaláskori leleteket, illetőleg a múltbeli értékeinket bemutató látogató központ, ami már a pandémia ellenére tavaly jelentős mennyiségű, tehát több ezer fős éves látogatottságot hozott. Ezt főleg iskolások, gyermekcsoportok, illetőleg felnőttek is igénybe veszik, de jelentős a gyermekcsoportoknak a látogatottsága. De most még tavasz van, lassan majd itt lesz a nyár, és legalábbis alig várjuk már. Idén programok tekintetében hogyan állunk, terveznek-e valami olyasmit, amit esetleg a Vármegye más részéről is szívesen megnéznének a látogatók? Nagy igény van rá. Május 1-e, majál is. Ezt korábban úgy elfelejtette több települést, ezt próbáljuk visszahozni a városunk életébe. Itt elsősorban civil szervezetek, helyiek mérik össze majd főző tudományukat, illetőleg itt ennek az lenne a célja, hogy a pandémiából kiszakadva ismét beinduljon a közösségi élet, hiszen szükség van erre. Aztán
Június elején lesz a Lurkópiknik, tehát a gyermeknap, figyelembe véve még az iskolai ballagást, tehát azt megelőzően lesz ez a gyermeknap. Szeptemberben lesz a szeptember 9-én, szeptember elején az Alma Fesztivál, az egy hagyományos, több mint 20 éves rendezvényünk már, hát aztán a kultúrától a gasztronómiáig minden belefér. A Tiszapartra gondolom érdemes a továbbiakban is kilátogatni, bármikor lehet menni, vagy vannak azért olyan időpontok, vagy olyan dolgok, amelyeket érdemes tudni, mielőtt valaki rakamazra készül és oda tervez kirándulást. Hát a Szabadstrand, a tiszai Szabadstrandot üzemeltető vállalkozó májusban nyitja a strandot, de hát a strandszezon, bízunk benne, hogy május-júniusban azért megkezdi, tehát kegyes lesz hozzánk az időjárás, és hogy az időjárás előjelzést látjuk, ismét lesznek forró hónapok, hetek, így mindenkit bátorítok arra, hogy nézem be a Tutajos Beachre, ami üzemelteti a strandot is, illetőleg vannak még kereskedelmi szálláshelyek, tehát a szabadidő hasznos eltöltése biztosított, tehát mind a kerékpárosoknak, mind a fürdőzés kedvelőknek, mind a kulturális kikapcsolódást kedvelőnek, akik meg akarják nézni a múltbeli értékeinket, illetőleg, hogy hát mennek a hidon, akkor ott van Tokajnak az öröksége. A két városnak az utóbbi években kiemelkedően jó a kapcsolata, hiszen mind a ketten azt valljuk, hogy a turistákat nem csak ide kell vonzani, hanem meg is kell tartani. Minél több hasznos szabadidő eltöltésére kapcsolatos lehetőséget kell biztosítani, és karöltve biztosítjuk ezt. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Más témával folytatjuk, három újabb kötet és egy film örökíti tovább a Lubi család szellemi hagyatékát. Az alkotásokat a napokban mutatta be a Lubi Társaság a Nagyadi Kastélyban, amelyek a következő hetekben, hónapokban a vármegye számos településen is megtekinthetők lesznek. Lubi Margit szülőháza Nagyaron. A felújított kastély ma már múzeumként, rendezvényközpontként és annak a Lubi Társaságnak a székhelyeként működik, amely már 10 éve kutatja és őrzi a család épített és szellemi örökségét. Ez a munka most újabb mérföldkőhöz érkezett, három újabb kötetet és egy ismeretterjesztő filmet mutattak be. Örömteli nap ez a mai a Lubi Társaság életében, mert 10 éves működésünk alatt a mai napon egy újabb, nagyon szép csokor eredményről tudunk beszámolni. A Szatmár Líder Egyesület hirdette meg néhány évvel ezelőtt azt a pályázatot, amelyen sikeresen szerepeltünk, és aminek keretében mi azt vállaltuk, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a Lubi családdal kapcsolatos újabb munkákat fogjuk elkészíteni. Olyan munkákról van szó, amelyeket mi magunk a levéltárakban, illetve kézirattárakban őrzött anyagokból állítottunk össze, és ennek eredményeképp a mai napon be tudunk számolni 3 olyan könyvnek a születéséről, amely még gazdagabbá és szélesebbé teszi a Szatmári Lubi család tematikáját. Konkrétan elkészült Lubi Margitnak egy írásaiból, visszaemlékezéseiből álló, gondozott, válogatott kis kötet, ezt én jegyzem. Régen ismerem már ezt az anyagot, sokszor forgattam, és bár úgy gondolom, hogy nem minden oldalát, nem minden gondolat, tehát szánt annak idején Lubi Margit közvetlen kiadásra, de mégis lehetett válogatni, csemegézni belőle, és egy olyan kis hasznos kötetet összeállítani, amely mindenki számára, minden korosztály számára, a kicsiktől kezdve egészen a idősek, a felnőttebb korosztályig megfelelő információkat tud szolgáltatni. Egy olyan asszonyról, aki itt született, éppen ebben a kastélyban, amelyikben ma a sajtótájékoztatót tartjuk, aki a magyar néprajz kiemelkedő gyűjtője, etnográfusa, és aki a munkái során olyan anyagokat őrzött meg, amelyek mindeddig arra vártak, hogy valaki vagy valakik majd kézbe veszik, és megpróbálják nyomtatni formában is kiadni.
Ez az egyik könyvünk, a másik Zsoldos Ildikó történésznek a munkája, amelyben Lubi Gézának, egy kastély építőinek és Lubi Margitnak az édesapjának a politikai munkásságát vizsgálja. Gyakorlatilag egy kis monográfiát készített és kiegészítette azokkal a nagyon becses iratokkal, levelekkel, amelyek mindeddig a levéltárnak a fiókjaiban és dobozaiban hevertek. A harmadik darabunk pedig is szintén nagy büszkeségünk, Ratko Lujza, néprajzsa szakember készítette el a Lubi Margit 1950-es években készített gyűjtéseiből azt a kötetet, amely azt lehetne mondani, ahogy én magam értelmezem, mintha a testvére lenne a Lubi Margit által egyébként még életében elkészített és kiadott Szatmári életről szóló a Paraszt élet rendje című könyvnek. Ezt az országunk másik táján gyűjtött anyagokkal lehet kiegészíteni. Lujza nagy érdeme, a szerző nagy érdeme, hogy ő ezt a nagyon szépen előkészített anyagot gondozta, szerkesztette, és most egy a Lubi Margitéval hasonló minőségű, kvalitású munka kerül itt a mai napon az asztalra. És negyedik nagy eredményünk az a Kéri Péter által készített, ő a rendezője, és Borbély Balázs barátunk által írt, ő a forgatókönyv írója, kb. 40 perces ismeretterjesztő film, amely Szatmár szerető író deákját, ahogy sokan nevezték annak idején, és mi is ugyanígy gondolunk rá, Lubi Margit életét és munkásságát mutatja be. Lubi Margit életének nagyjából egyharmadát töltötte Nagyaron, élete során így az ország számos tájegységének ősi hagyományait tanulmányozta. Ratko Lujza Dicsérjük a Jézus nevét, megígyük a szőlő levét című könyvje Lubi Margit dunamenti néprajz kutatásait szedi egy csokorba. Kevesen tudják talán itt a mi megyénkben, hogy Lubi Margit, ugye szatmári származású néprajzkutató, ő Pestre kerülése után, illetve mikor nyugdíjba vonult a tanítása után, utána ő az ország sok területén járt néprajzi gyűjtést végezni. Így került ő Sárközbe is. És ez a kötet, ami szerencsére a Lubi Társaság pályázatának köszönhetően most végre napvilágot láthatott, ez a Lubi Margit régi gyűjtéseiből, sárközi gyűjtéseiből való válogatás, ami egy nagyon érdekes, nagyon színes anyag. Elsősorban úgy gondolom a sárköziek fognak neki igazán örülni, de olyan részletességgel, olyan alapossággal kutatott ki témákat, például a lakodalom témáját, a komaság, a keresztelő témáját, jelesnapi szokásokat, nagyon sok hiedelmet gyűjtött az akkori ottani emberekből. 1953-as gyűjtésekről van szó, és miután az adatközlőinek, a beszélgető partnereinek a nagy része a 19. század legvégén született, tehát 1880-as, 1890-es években, ez azt jelenti, hogy ezek az adatok, amiket ő fel tudott így deríteni, egészen a 19. század közepéig visszanyúló, tehát már több mint 100 évre visszanyúló nagyon érdekes adatok az akkori sárközi paraszti életről. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen ez egy olyan kuriózum, aminek a sárköziek biztos, hogy nagyon fognak örülni, és az itteni megyebeliek pedig Lubi Margitnak egy olyan új oldalát ismerhetik meg ezzel, ami szerintem a szatmári embereknek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeieknek is nagyon érdekes lesz. Még egy kicsit a címmel foglalkozunk, honnan ered ez a cím? Nagyon sok népdal szöveg is van, amit Lubi Margit ugye kottákat nem tudott ugyan lejegyezni, vagyis dallamokat nem tudott lekottázni, de nagyon sok nagyon érdekes népdal szöveget összeírt, és ez az egyik ilyen boldalnak a első két sora, és nekem nagyon megtetszett, és úgy gondolom, hogy a sárközre jellemző is. Egyrészt hangulatában, másrészt a szőlőtermesztés révén, úgyhogy ezért választottam ezt címnek. Egy jelenet a Szatmár szerető íródeákja című filmből. A Lubi Társaság legújabb alkotása Lubi Margit életét és munkásságát mutatja be. Olykor mégis feltűnik egy rejtélyes nő, kezében jegyzett füzettel, városi ruhában a pásztorok között. Ismerik őt, hiszen nem először jár itt. Ez a látogató, aki rendre felkeresi az ő jó pásztorait. Szatmár szerető íródeákja, Lubi Margit. Ő volt az, aki úgy közelített az egyszerű néplélek felé, mint előtte senki sem. Tette ezt nemesi családból származó tanult nőként, aki élhetett bárhol,
lélekben mindig az ő földjei között jár. Kéri Péter rendező elmondta, ez már a második filmje a családról, amely a korábbinál még inkább korhűbben mutatja be a kor jellegzetességeit. Ebben nagy szerepe volt a több mint 90 szereplőnek, a jelmezeknek és az autentikus forgatási helyszíneknek is. Mert az élet egyenlő Istennel. Lubi Margitot nagyon sokan kell, hogy ismerjék, aki néprajzzal foglalkozik. Tulajdonképpen az ő gyűjtő munkája több évtizedre nyúlik vissza, és az itteni környezet Nagyar és környékének a népi kultúrájában volt ő jeles, azt gyűjtötte, és megjelentek mindenféle olyan tanulmányai, amit a főiskolákon, egyetemeken is tanítanak. Tulajdonképpen ez a film a Lubi Társaságnak egy harmadik filmje, amit én csináltam. Petőfi Sándor itteni tevékenységéről szólt az első. A második a Lubi családnak a történetét dolgozta fel, és hát ennek a Lubi családnak a egyik leghíresebb utódja, Lubi Margit, akiről, mint ahogy mondtam, néprajzgyűjtéssel foglalkozott. A film elég hosszú időn keresztül készült, tudnilik közbe jött a covidos leállási figura, ami hát azt jelentette, hogy sok esetben ugye nem tudtunk dolgozni, ugye, hogy kellett. Ez a film tulajdonképpen 2 éve forgott, ha úgy tetszik, és hát rengeteg olyan munka van benne, ami nem csak az itteni környezetben játszódó jeleneteket mutatja be, hanem nagyon sok olyan anyag van benne, amit grafikai úton, módon kellett előállítani. De ennek ellenére szerencsére van benne sok olyan eljátszott jelenet, ami megpróbálja bemutatni azt a kort, annak a kornak a bizonyos népi vonulatait, jellegzetességeit, ami a népi kultúrához tartozik. Szerencsénkre vannak olyan segítőtársak, akik igaz, hogy nem hivatásos színészek, de örömmel vállalták a szerepeket és eljátszhattak bizonyos jeleneteket. Ha a filmnek a statisztikáját kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy 28 helyszínen forgattuk a filmet. Ez a 28 helyszín, ez tulajdonképpen a valóságban több, mert mondjuk egynek számít a Sóstói Múzeumfalu, de a Sóstói Múzeumfaluban 8 helyen forgattunk különböző jeleneteket. 93 szereplője van a filmnek, amelyeknek jó része nem volt idegen a szereplőknek, mert a szereplők egy jó része, ahogy mondtam, néptánccal foglalkozik, tehát van valamiféle gyakorlata arra, hogy nagy közönség előtt fellépjen. És el kell mondanom, hogy nagy örömünkre nagyon profin megcsinálták mindazt, amit mi kértünk tőlük. Az eseményen egy harmadik kötetet Zsoldos Ildikó Lubi Géza politikai küzdelmeiről írt könyvét is bemutatták. A Lubi Társaság friss alkotásai a következő hetekben, hónapokban a Vármegye több pontján megtekinthetőek lesznek. Március 21-e a Nemzetközi Down nap. Ezen a napon programokkal, konferenciákkal, vagy éppen felemászoknival hívják fel a figyelmet a közöttünk élő Down-szindrómásokra. Mi is ezt tesszük, vendégünk Kisali Károly, a Rejtett Kincsek Egyesület elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Down-szindróma Nemzetközi Napja március 21-e, idén ugye kedre esett. Mennyire ismert a társadalomban ez a fajta szindróma, mennyire csodálkozunk még rá arra, hogyha látunk hogy az utcán szembe jönni olyan embereket, gyerekeket, idősebbeket, akik a Down-szindrómások. Hogyan tapasztalja, hiszen 25 éve működik a Rejtett Kincsek Egyesület, van egyfajta rálátás. Ugye a Down-szindróma terhesség időszakában a szűrés miatt felmerül, úgyhogy maga, mint fogalom, én azt gondolom, hogy azoknál a családoknál, ahol már akár egy gyerek is született, ugye felmerül, hiszen a 12 hetes kortól, a magzat 12 hetes korától vannak különböző vizsgálatok, amelyek ugye ennek a szűrését célozzák. Ugye ekkor foglalkoznak a családok, én azt gondolom, így elsősorban vele, és általában a 1000-ből 999 család
csak ekkor hall róla, és ugye egy család, ugye itt 1000-ből egy Down-szindrómával élő gyerek születik, egynél van az, hogy akkor megszületik, és akkor a család tovább foglalkozik ezzel a dologgal. Társadalmi szinten fontos, hogy az a 999 is, akinek ugye ez a történet nem ment tovább a magzat élveszületése után, hogy tudja segíteni a beilleszkedését a Down-szindrómával élőkkel, hiszen ugye az, hogy, ez, hogy hova születik egy Down-szindrómás gyerek, ezt nem lehet kiszámítani, ez mai napig nem tudják, hogy mi okozza a Down-szindrómát. Az esetek 99,9%-ában spontán alakul ki, és a társadalomnak itt fontos szerepe van, hogy ezt ne úgy vegye, hogy akkor mi 999-en nekünk ezzel már semmi gondunk, hiszen azt gondolom, hogy ez valahol szerencse kérdése, és azt nem mondanám azt, hogy szerencsétlenség kérdése az, hogy Down-szindrómával élő születik, hiszen rengeteg hozzáadott értéke van egy Down-szindrómával élő embernek is a társadalomhoz. Úgyhogy ha társadalmi megítélésről beszélünk, azért az elmúlt 20-akárhány év, amiről beszélünk, úgy 25 éve Nyíregyházán, és most már azért egy olyan 15 éve országosan is kommunikál az Egyesület, én azt gondolom, hogy ennek van látszata, és nem csak a mi munkánknak, hanem egyéb szervezeteknek, nemzetközi szervezeteknek, ugye most például megvan az első Oscar-díjas Down-szindrómás, egy 31 éves srác, egy ír srác, aki ugye egy filmben játszott, egy ír filmben, és az egész publikuma, az díját adón, ugye mert pont a születésnapjára esett az Oscar-gála, ezért együtt énekelték el a Happy Birthday-t. Egy olyan gyerekről beszélünk, akinek azt mondták a szüleinek, hogy lehet, hogy meg se fog tanulni beszélni, és most Oscar-díjat kapott. Ugye a társadalomnak annak a 999-nek az a szerepe, hogy lehetőséget adjon annak az egynek, hogy minél jobban ki tudjon teljesedni. Tehát ez egyáltalán nem úgy van, hogyha mondjuk a szülőkkel közlik azt, hogy meg lehet, hogy Down-szindrómás gyermek fog születni, szóval túlzó lesz, szóval nem ez ilyen halálos ítélet, hogy akkor úristen, most akkor mi van? Én azt gondolom, hogy nem, azért a magyarországi kommunikáció arra megy, hogy ha magzati korba felfedezik ezt, akkor ezért terelik még mindig jobban a terhesség megszakítás felé, de egyre több információval rendelkeznek a szülők, egyre több rokon családban már van Down-szindrómával élő gyerek, és látják, mert ugye itt általában ők pozitív példák szoktak lenni, és egyre többen vállalják fel, hogy hiába megtudják magzati korban, hogy Down-szindrómás gyerekük lehet, felvállalják és megszülik és felnevelik. Úgyhogy ez is nagyon sokat fejlődött, én azt gondolom, az elmúlt időszakban. Ha valakinek ilyen gyermeke született, akkor mi az a más, amit hozzá kell tenni az öneveléséhez? Most itt most nem csak a környezetről van szó, hanem egyáltalán, tehát hogyan kell őt terelgetni, hogy olyan felnőtté váljon, amilyen szeretne? Azért is egy szerencse, hogy ez a leggyakoribb kromoszóma eltérés, ami előfordulhat egy magzat életében, és ezért nagyon sok olyan standard van, ami az egészségügyi protokoll, oktatási protokoll oldalon nagyon jól tudja támogatni a srácokat. Nagyon fontos, a legeslegfontosabb a család, szóval az, hogy a család azt a szeretett teljes légkört megteremtse, amire azt gondolom minden gyereknek szüksége van, és hogy ezt a légkört ne árnyékolja be túlságosan az a tény, hogy Down-szindrómával született valaki, már az elején sem. Ugye itt azért a családok nem, általában nem ezt várják, van egy átállás, de az, hogy a család elfogadja, ez az első lépcsője az ő társadalmi elfogadásának. De mondom, nagyon jó egészségügyi, oktatási protokollok vannak, a korai fejlesztés. Ugye ez már születés után kiderül. Rengeteg olyan probléma van gyerekekkel, ugye nekünk korai fejlesztő intézményeink is vannak Nyíregyházan és Budapesten, amik nem a születéskor derülnek ki, hanem a születés után pár héttel, hónapokkal, évekkel. És akkor már minél fiatalabb egy gyerek, annál könnyebb fejleszteni. Szóval egy Down-szindrómást már szinte születése után kezdve el lehet kezdeni egy olyan pályán vinni, ami az ő fejlődését generálja. Lehetőséget kell adni, én azt gondolom, a befogadó oktatás területén a Down-szindrómával élőkkel, és most mi dolgozunk azon, hogy a munkavilágában, a nyílt munkaerőpiacon is meg tudjanak jelenni.
Lépéseket teszünk, én azt gondolom, hogy nagyon jó lépések, nagyon jogszabályok vannak Magyarországon, nagyon jó, hogy Európai Unióban vagyunk, és azt gondolom, az intézmények is megvannak hozzá. Ezeket most össze kell rendezgetni és terelgetni a megfelelő irányba. Változott a 25 év alatt azért a hozzáállás a társadalomnak? Én azt tapasztalom, hogy igen. Azért azok, most hogyha 25 évet nézzük, ugye az Egyesület életében több mint 15 éve csinálunk érzékenyítő programokat, és ugye ezeket általában óvodába, iskolába kezdtük el csinálni, akkori 3-tól 10 évesekkel. Ők most 18-25 évesek, és teljesen másképp viszonyulnak már ehhez a dologhoz, és az ő szüleik is, akikkel szintén együtt dolgoztunk. Egyre többen, amikor azt mondom, hogy Down-szindróma, tudják, hogy miről van szó, ismernek ilyet, akinek Down-szindrómája van, vagy a rokonságban. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási változás. Abban vannak olyan fejlődési nehézségek, amelyek egyre gyakorabban fordulnak elő. A Down-szindróma ilyen-e? Tehát, hogy egyre több Down-szindrómás gyermek születik-e? Ugye itt a magzati mutáció az konstans, az évszázadok óta, vagy amióta van erre megfigyelés, vagy lehet erre megfigyelés, az ennyi. Ugye az, hogy a szűrési módszerek mennyit fejlődtek, és hogy magzati korban ezt megtalálják, vagy nem, az is érdekes, hogy hiába nagyon jól fejlődik, ez az évi 100-150 Down-szindrómával élő gyerek per év, ő megszületik. Valamiért akármilyen jók ezek a nem tudom hány dimenziós vagy ultrahangok és egyéb vizsgálatok, akkor is van egy része ennek a csapatnak, aki élni akar. Hát lehet, hogy a szülők egyre több százalékban, nagyobb százalékban döntenek úgy, hogy igenis vállaljuk. Én azt mondom, hogy ez is közrejátszik, hogy ez így alakul. Maga a kockázata nem nagyobb, mint 20-30 évvel ezelőtt a Down-szindróma magzati kialakulásának, hanem, és a diagnosztizáció is hiába fejlődik valahogy, vagy ugyanazokat a számokat látjuk évről évre. Egy záró kérdés, még van-e most egy olyan titkos terv, bármit szívesen megcsinálnának, olyan sok mindennel foglalkoznak tényleg, hogy nehéz is lenne felsorolni, de valami esetleg olyan szolgáltatás, olyan ellátási forma, amit szívesen létrehozzának a közeljövőben mondjuk? Ugye nem is, ez nem is vágyálom, hiszen már dolgozunk rajta, itt korábban már szerintem itt is beszélhettünk róla, hogy egy olyan fejlesztő intézményt alakítunk ki, akik felnőttekkel foglalkoznak, és nem csak Down-szindrómásokkal, hanem fogyatékkal élő fiatalokkal, és fel fogjuk őket készíteni a nyílt munkaerőpiacon való helytállásra. Szeretnénk, hogyha ők bérért, fizetésért dolgoznának, és megközelítenék azt az életminőséget, amit a tipikus fejlődésmeneti populáció magáénak mondhat. Így legyen, azt kívánom. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívásomat. Mi is köszönöm. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket ezzel a műsorral. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!